Létezik olyan, hogy nem a politikusok döntenek a fejünk felett, hanem az ügyben érintett átlagemberek. A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány szerint a közösségi fórum külföldön már bevett módszerek képes erre. Ezt a részvételi demokráciát gyakorló technikát azért hozták létre, mert sokak szerint a lakossági fórumok és közmeghallgatások rendszerezetlen véleményőzöne általában nem vezet sikerre. A gabányi sportcsarnokban véletlenszerűen kiválasztott 36 kerületi lakó három napon át tanácskozott, hogy megoldást találjon a Nádor Liget környékének közlekedési gondjaira. A közösségi fórum egy olyan új módszertani eszköz, amely arra alkalmas, hogy különösen az olyan kérdéseket vitassa meg, vagy egy olyan kérdésben keressen megoldást, amely megosztja a, a közösséget, megosztja az embereket ez egy vezetett, struktúrált folyamat, tehát nem arról van szó, mint egy, mondjuk egy lakossági fórumon, vagy egy lakógyűlésen, hogy bárki eljön, és mindenki bekiabálhat, és egy kicsit struktúrálatlanul folyik az eszmecsere. Itt ez egy nagyon világosan megtervezett, hosszú folyamat. Kerületi lakosok szakértőkkel is konzultálnak majd, tehát nem csak felületes benyomásokra alapozva hoznak döntéseket, hanem egy hosszabb tanulási, ismeretszerzési folyamat is megelőzi a tanácskozást, illetve majd a, a a módszer lényege, hogy sem a politika, sem a szervezők ne tudják befolyásolni az adott szavazás végeredményét, ezért a belügyminisztérium 9500 véletlenül kiválasztott, de korra nemre iskolai végzettségre nézve reprezentatív névsort küldött az önkormányzatnak, akiknek új buda meghívót küldött. Akik vállalták a részvételt és regisztráltak, azok közül választották ki a 36 résztvevőt, akik némi fizetségért három napig csak azzal foglalkoznak, hogy eldöntsék, hogyan kellene átszervezni a Nádor liget közlekedését. Az első új budai közösségi gyűlés nekünk is egy kísérlet. Jó magam is nagyon kíváncsian várom azt, hogy milyen eredménye lesz ennek a, a fórumnak, hiszen a, közös, a közlekedés szervezés az mindig egy, egy megosztó kérdés, hiszen akár egy-egy utcán belül is másképp gondolhatják az emberek, hogy nekik mi a személyes érdekük. A résztvevők elsőként szakértők előadásait hallgatták meg például a forgalomcsillapításról vagy a fenntartható lakókörnyezetről, majd napokig tanácskoztak, hogy végül közös nevezőre jussanak. Mindenki behozza a saját élettapasztalatát, véleményét, gondolatát ebbe a folyamatba, és megpróbálnak közösen valami fajta nevezőre jutni. Tehát az a cél, hogy a folyamat végére egy olyan javaslatcsomag szülessen meg, amelyet támogatni tudnak közösen, egy közösségként. A fórum által kialakított álláspontot, illetve megoldási javaslatot az önkormányzat elé terjesztik, amely figyelembe veszi azt a Nádorliget átszervezése során.